A magyar szociálpolitika az kilúgozódott a magyar politikai közbeszédből. 20 évvel ezelőtt még voltak politikai, szociálpolitikai viták, még voltak Solt Otiliák, még Felge Zsuzsa, és voltak szociálpolitikai miniszterek. Aztán ugye az előző kormány hozott egy esélyegyenlőségi minisztériumot, ami aztán eltűnt a rendszerből. És utána ma már nincs is szociálpolitikai minisztérium, és amikor a közgazdasági döntésekről vitatkozunk, mondjuk egy minimálbérről, akkor úgy beszélünk erről, mintha ez csak egy versenyképességi tényező lenne, és nem jelenik meg a szociálpolitikai aspektus. Magyarország egy olyan szerencsés helyen él a világban, egy olyan jövedelmi szinten, ahol az embereknek nem szabad éhezniük. Tehát olyan a jövedelmi szintünk, ellentétben Bangladessel, meg még nagyon sok afrikai országgal, hogy mindenkinek jut kenyér. Egy polgármester nem tudja megoldani, ez egy tipikus kormányzati feladat, ez egy elosztási feladat, mert a jövedelem megvan, megterem Magyarországon, csak egyenlőtlenül oszlik el. Nem kell egyenlően eloszlani, mert az megbénítja a gazdaságot, ösztönözni kell, de kell, hogy mindenkinek jusson belőle. Na most én is keresném azt a kormánytagot, aki ezért a problémáért egy személyben, arccal felelős, és nem egy csúcsminiszter, aki rohangál az IMF-től a nem tudom meddig, és három volt minisztérium csúcsán ül, és egyiket se tudja rendesen ellátni, hanem jó lenne, ha lenne külön pénzügyminiszterünk, jó lenne, ha lenne külön munkaügyi miniszterünk, és a többi. 8 miniszterből nem telik mindenre. Egy normális kormány ma a világban azért körülbelül 15 miniszternél kezdődik, és onnan fölfele lehet még osztani. Itt a kormányzati funkciók valamilyen nagyon torz logika folytán összepréselődtek 8 miniszter plusz egy miniszterelnök kezébe, és senki nem jut hozzá a tényleges feladathoz. Teljesen egyetértek. Szociálpolitikai miniszterre lenne szükség Magyarországon. Gyorsan még egy filmet megnézem.